Szeretettel köszöntök mindenkit. Énekeljük a 124. dicséretünket. A 124. dicséret a Fehér Énekeskönyvből így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Milyen meghajlok, én színen előtt.
Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy nekünk a nyereség, és a Te érdemeidért, Úrunk Jézus Krisztus, megváltást nyerhettünk, eltöröltettek a mi vétkeink, és lehetünk a Te néped, Úrunk. Így jövünk hozzád ezen a mai reggeli órán is, így tárjuk ki szívünket előtted. Légy velünk, Úrunk, a mi lelki próbáinkban, és ne hagyj el bennünket, Úrunk, a megpróbáltatás idején. Vértezz fel bennünket a Te lelki fegyverzeteddel, engedd, hogy meg tudjuk harcolni a kísértések és a megpróbáltatások idején a mi hitünknek harcát, tudjunk hűségesek maradni Te hozzád, tudjunk ragaszkodni Te hozzád, Te pedig kérünk, őrizd meg bennünket, Urunk, amikor megtelik a mi szívünk riadalommal, félelemmel, aggodalommal, Te légy az, aki taníts bennünket a Te utaidra, aki helyesen vezérled a mi döntéseinket, a mi gondolkozásunkat, a mi tetteinket. Engedd, Urunk, hogy ma közel jöjjünk hozzád, ma felismerünk Téged, mint drága jó atyánkat, aki vigyáz a gyermekeire, és nem bánik velük az ő bűneik szerint, hanem amilyen irgalmas az Atya a fiakhoz, olyan irgalmas tud lenni hozzájuk. Engedd, hogy, Urunk, meg tudjuk oldani az életünknek sok-sok kísértésében, gondjában a feladatainkat, hogy azok ne törjenek össze bennünket. Adjad, Urunk, hogy rátekintsünk, még akkor is, hogyha az énekeink azt mondják, hogy ez a világ csak bűnhalma, és nincs itt senkinek nyugalma, és mindenki hordoz nehéz terheket. Urunk, Te óvj ebben bennünket, hogy össze ne törjünk, össze ne roskodjunk, hogy el tudjuk hordozni azt, amit ránk mértél, és ki tudjunk menekülni, Urunk, a megpróbáltatások idején. Minden ilyen mélységből kérünk, Te légy a mi szabadítunk, a mi vezérlő, áldó Istenünk. Krisztus Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreink, hallgassuk meg Istennek szent igét, úgy, amit az máma ma szól hozzánk. János evangéliumából a második fejezetből olvasom, így szól hozzánk a 13. verstől. Közel volt a zsidó húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe, a templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötelekből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárosoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jel mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk,
mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Szeretett testvéreim, kedves, egybegyűltek a történet a Szentírásban. Nagyon érdekes, hiszen ugye vasárnap arról beszéltünk, hogy még az Epifánia ünnepét ugye jellemzi az, hogy Jézus Krisztus megjelenik, megkereszteltetik és megteszi az első csodáját. Ma pedig hallunk itt már a húsvétról. A többi evangélium Jézusnak egy húsvéti ilyen megjelenését írja le, amikor felmegy virág vasárnap után, ugye pálmák vasárnapja után Jeruzsálembe is megünnepli a húsvétot. A János evangéliumában három ilyen húsvétről hallunk, és érdekes, hogy itt a templom megtisztításába pottyanunk rögtön bele. Jézus felmegy a templomba, és látja azt, hogy a templom egyik udvarába, ugye mi pedig a többi evangéliumból úgy tudjuk, hogy a pogányok udvarába, az imádság helyett ugye egy nagy bazárt csináltak, és ez a bazár kiszorította az embereket a udvarból, tehát nem jöhettek, nem imádkozhattak ott. Tehát egy érdekes momentum ez, hiszen Jézus Krisztust mérgesnek nem szoktuk látni, hanem Jézus mindig ugye kegyelmes, türelmes, és két alkalommal hallunk arról, hogy Jézus ugye igen mérges volt. Az egyik, amikor elátkozta a terméketlen fügefát, ami nem talált a gyümölcsöt, ugye, és ezzel jelképezi, hogy haragszik az Isten Izraelre, amelynek a jelképe az a fügefa volt, és mivel nincs termése, ezért ugye elátkozza. Ha ismeri az Isten akaratát és törvényét, a nép és nem látszik az életében, nem az szerint él, akkor ez haragot vált ki az Istenben, és ugye a terméketlen fákat kivágták és elégették, mert mindig deficit, vagyis hiánya volt a fának Izraelben. Ugye, hát hogyha olyan fajta, hogy nem terem, akkor tűzre jó lesz. Ugye ez egy jelkép, jelképezi az Isten népének az állapotát. A másik ilyen pillanat, amikor Jézus mérges, az éppen ez a leírt történet, amikor kötelekből korbácsot von, bemegy az udvarra és elkezd rendezkedni. Ugye ez egy érdekes kérdés, mert ugye halljuk, hogy Jézus már megtette a csodáját, már fellép, mint a messiás, hiszen ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, ugye mondja az atyai hang, és oldalról szemlélik a zsidó főpapok, hiszen a templomnak volt saját őrsége, tehát a bejáratnál ott álltak a fegyveresek, és nézték azt, hogy rend legyen. Tehát ott nem lehetett csak úgy besétálni, tehát még a középkori templomokban is volt mindig valaki, aki figyelt a rendre. Az egyházokban, még a református egyházban is elmaradhatatlan volt, ugye, hogy gyülekezetekben volt egy egyházfi, vagy presbiter, aki ott volt a bejáratnál, és hogyha valaki mondjuk a perseit akarta elvinni, vagy rendetlenkedett, akkor szépen felálltak, és kivezették a templomból, hogy az Isten házában minden szép rendben történjék, tehát ne zavarja meg semmi. Én, amikor Genfben voltunk, akkor ott, ugye, ott van a Szent Péter templom, Kálvin templom, ahol Kálvin prédikált, és hát ugye nagy ilyen figyelemnek örvend, népszerűségnek, és bizony, amikor ott voltunk az Isten tiszteleten, akkor
ott álltak, és beengedtek bennünket, és azokat, akik jöttek fényképezni, meg nekik érdekes volt a templom, és inkább turisztikai sajátosságait akarták megtekinteni, azokat szépen igyekeztek távol tartani, hogy ne zavarják meg az Isten tiszteletet. Tehát vannak ilyen dolgok. És érdekes, hogy ugye Jézus kikergeti a jószágokat, a pénzváltókat, és kikergeti a galambárosokat, őket nem bántja, hanem megkéri, hogy szépen vonuljanak ki erről a területről, ugye? Mert ez az imádságnak a háza. A másik evangéliumban még durvábban szólal meg a Szentírás, mert azt mondja, ti pedig rablók barlangjává tettétek a templomot. Tehát mi az, ami kifogást ugye emel Jézus lelkében ebben a gyakorlatban? Hát az, hogy kérem szépen a haszonlesés és a jövedelemhez való jutás volt, ami ugye érdekelte azokat, akik ezt megtették, nem pedig az imádság. És ugye itt egy kicsit a külsőségekre is rávetíti a ugye, figyelmet, hiszen azt mondja, romboljátok le ezt a templomot, én meg három nap alatt felépítem. És egy kicsit arra utal, amit így mond majd Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek az a Szentléleknek a temploma. Tehát az Isten az nem kívül kell, egy külső Isten tiszteletben kell, hogy megvalósuljon, hanem az emberen felül. Majd Jézus vádolni is fogják. Ugye egy érdekes dolog ez a templom. Mire való a templom, ugye? És ugye a templom az Istennel való találkozásnak a helye, és az Istennel való kommunikációnak a helye, az áldásoknak a helye, és ugye ez egy szükséghelyzet, mert az Isten az embert olyannak teremtette, hogy ugye szemtől szembe beszélt az emberrel. És érdekes, hogy amikor a Jelenések könyvét olvassuk majd, akkor kiderül, hogy templomra nem lesz szükség, mert az Isten az emberrel lakik, tehát újra helyreáll a kapcsolat az ember és az Isten között. Ez egy érdekes dolog, úgyhogy így mondhatnánk kapcsolati hely, amivel lehet kapcsolatot teremteni az Istennel. És érdekes, hogy mikor jelennek meg a szent helyek és a templom maga. Hát a bűneset után, ugye, amikor Káin és Ábel áldozatot mutatnak az Istennek, és halljuk azt, hogy oltárt építenek. Az oltár, amiben jelzem, hogy én Istenhez kapcsolódok, Istentől függök, valamit odaáldozok, valamit visszaadok, valamivel jelzem, hogy Uram, én tudom, hogy te tőled kaptam, ez lesz a kommunikáció. És érdekes, hogy ugye halljuk, hogy Ábel tiszta szívből tette, Káin meg nem. Tehát a kommunikáció megmutatkozik, hogy az egyiknek nem érdekes ez az egész beszéd az Istennel. És aztán halljuk azt, hogy fejlődik. Ábrahám maga hoz áldozatot, tehát nem volt szükség még papra a legelején, hanem maga a törzsfő, maga a király, a vezér hozott, ugye? És érdekes, hogy Jézus Krisztus király Melkisédek rendje szerint olvasok a zsidókhoz írott levélben, mert érdekes, hogy Jézus nem származik olyan törzsből, aki papnak számítana. Tehát ő nem lévita, hanem ő más törzsből származik, és utal a zsidókhoz írott levél arra, hogy hát volt egy ember, akit Melkisédeknek neveztek, Melek, az király jelent, a Caddik, az meg szentet jelent, tehát szent király, Melkisédek, így fordítja a Károlyi Biblia, így ragadt meg a mi népünknek a hallásába, ugye tudásába, és ez volt az, aki megáldja majd, szeretett testvéreim, a zsidó
nép mezérét, és ennek hoz majd ajándékot, és azt szokták kérdezni, hogy hogy jelenik meg, honnan jön ez a melkiségek, nem tudjuk az eredetét ennek az embernek, és aztán majd jön ugye, hogy Mózes idején Áron lesz az, aki segít neki, és amikor eldöntik, hogy ki lesz a pap, ki fog kommunikálni az Istennel, jó, hogy ott van Lévi törzse, amely az Isten törzse, de mi közülük is ugye nem mindenki lehet a templomba ugye az, aki kommunikál, hanem Áron veszélye fog kivirágzani, annak ugye azt mondják, hogy akinek a veszélye kivirágzik, az lesz a pap. És amikor fellázad Korah csoportja az Isten ellen, és magának akarja ezt a vezetést, akkor kinyílik a föld és elnyeli őket. Tehát az Isten vezeti őket. És aztán kiderül, hogy oltárok vannak, aztán kiderül, hogy szent sátor van, mi nem beszélünk ugye kőtemplomokról, vagy templomról, hanem ezt a sátrot fogják és viszik. Tehát a szent hely az fejlődik, így is mondhatnánk. Aztán még egy érdekes dolog, hogy van ugye templom Silóba, az egy település, van templom Bételbe, és Jeruzsálemben még nincs templom, hanem a szent sátor ugye működik. És hogy van ez, hogy ugye több helyen van? És akkor egyszer csak olvasjuk Mózes 5. könyvében, hogy hát csak egy helyen lehet templom, Jeruzsálemben. De Jeruzsálemben a templom csak Dávid király után került Jeruzsálem ugye a zsidókhoz, és kiderül, hogy ugye Salamon fogja megépíteni, és ez már kőtemplom. És aztán azt mondja a Biblia, hogy nem lehet máshol oltár, és nem lehet máshol templom. Tehát se a silói, se a bételi, se a samáriai templom, az nem érvényes. Ugye? És aztán ezt az egy templomot, amiben találkozni mennek a nagy ünnepeken, a nagy három ünnepen, azt lerombolják a Nabukodonozor idejében. És akkor nincs templom. És akkor kialakul a zsinagóga istentisztelet. De mi a probléma? Hát az, hogy a zsinagóga az nem templom. Az, hogy a templomba áldozatot kell bemutatni, mutatnak be, és ezt nem tudják megtenni. Tehát gyűlnek a bűnök, de engesztelés az áldozatért nincs. Ez volt a büntetése a babiloni fogságban népnek. Aztán jön a második templom, ugye, és ez kicsire sikerül, úgyhogy sokan sírnak, hogy jaj, összesen lehet hasonlítani a salamoni templommal. És érdekes, hogy Jézus Krisztus korában halljuk, hogy ugye itt elhangzik, hogy 46 évig építették a templomot. Igazából ez a 46 évig épített templom, ez a második templomnak a renoválása volt, és tisztítése volt. Nagy Heródeshez, ahhoz, aki a gyermekgyilkos nagy Heródes volt, és nem azért volt nagy, mert valami nagy dolgot csinált, hanem ő volt az idős, a gádol, és a gádol szó azt jelenti, hogy az idősebb, ugye a kis Pista, meg a nagy Pista. A nagy Pista az apja, a kicsi az meg a fia, ugye? Az öcsi. És érdekes, hogy ő úgy akarta megnyerni a zsidókat, mivel ő idumenita volt, tehát nem volt teljesen zsidó, hogy befektetett a templomnak az építésére, és a templom nagyon szép, aranyozott, márványozott épület volt abban az időben, és ugye halljuk, hogy Jézus ide jön el ebbe a templomba. De van egy fejlődése, hogy ki lehet pap, van egy fejlődése, hogy hol lehet a templom, hogyan kell elvégezni az Isten tiszteletet, és ez egy érdekes folyamatossága a Szentírásban, ugye? És halljuk, hogy ezt a templomot le fogják rombolni, mert Jézus Krisztus azt fogja mondani, hogy itt kő kövön nem marad. És ugye itt vagyunk mi keresztények, akiknek megint csak vannak templomai, de hogy alakul ki ez az egész templomozás, ugye? Hát úgy, hogy az első időben a
az első zsidó keresztények azok a jeruzsálemi templomban jártak, amikor azt lerombolják, akkor összegyűltek házakba, erdőkbe, katakombákba, vízpartján, ahogy Lídiáról halljuk, már a zsinagóga istentiszteletet is tartották, itt már még nem voltak elegen, és a Plinius, ifja Plinius, egy római helytartó, egy jó római hivatalnok, az ír egy jelentést Rómába, és azt mondja, hogy a keresztények azok vasárnap, az Úr napján kimennek a vízpartra, énekelnek, olvasnak ugye üzeneteket, a leveleket olvassák, az evangéliumokat olvassák fel, azt magyarázzák, és imádkoznak. Tehát nagyon egyszerű volt az Isten tisztelet, tehát még az úrvacsorával sem találkozunk. Mindenhol nem voltak oltárok, tehát nagyon egyszerű volt az Isten tisztelet, ugye? Aztán később jelenik meg az oltár, nálunk nincs oltár, nálunk úrasztalának nevezzük az asztalt, nálunk az úrvacsora is egy olyan lelki közösség és megemlékezés, amikor lelkileg vesszük az Úr testét és vérét, mi nem áldozzuk újra az Isten, tehát nincs szükségünk oltára ugye ilyen szempontból. És ugye az egyháznak a mai rendje, a mai kialakulása, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye nagyon sokszor úgy értelmezik Jézus Krisztusnak a templom tisztítását, hogy akkor most fessük fehérre a falakat, és mondjuk le minden eszközről, ami a templomban ott van, és ugye akkor verhetjük a mellünket, hogy mi jobb keresztények vagyunk, mint a többiek. Az embernek az Istennel való találkozásban legjobban a maga hitetlensége és bizalmatlansága zavar. Ugye, amikor halljuk, hogy Jézus a saját testéről beszél, és hogyha utalunk a Szentlélekre, akkor lakik-e bennünk hit, remény, bizodalom az Istenre, és akarunk-e vele találkozni. Mert különben minden más meg tud bennünket akadályozni. Bele tudunk kötni, mit tudom én, egy betlehemezésbe, bele tudunk kötni egy függönybe, bele tudunk kötni a templom falának a színébe, igazából pedig miről beszél ugye ez a mai történet? Mi volt az, ami Jézust felmérgesítette? Az, hogy ugye az ő idejében a templom, el kell, hogy mondjuk, a templom udvaraiból is állt, volt a templom, a templomnak a legbelsőbb részében csak a főpap egyszer egy évben mehetett be, a templom szentélyébe, ahol a kenyereket cserélték, ugye a kenyerek asztalán, és ahol ital, helyesebben illatáldozatot végeztek, oda a pap úgy mentek, hogy volt 24 rend, és azok váltották egymást egy év alatt, ugye mindenki kétszer került sorba, és mivel sokan voltak, ezért kisorsolták, hogy ki végzi el a szertartást, tehát nem úgy lehet elképzelni, hogy mi, hogyha, mit tudom én, nyárban, akkor minden nap, vagy két naponta elmenjünk és beülünk a templomba, tehát ezt el sem lehetett volna képzelni. Legtöbb ember soha nem látta a templomot belülről, csak a papok láthatták. Miért? Mert a templom előtt volt a nagy oltár, és a nagy oltáron égették el az áldozatokat, és ott csak a papok voltak. Tehát ők zsigerelték ki a jószágot, amit áldozatul hozták, ők égették el az áldozatot azon az oltáron, a zsírját, néha teljesen égő áldozatot, néha a bűnért való áldozatot, és oda igazából soha se egy zsidó férfi, aki nem volt a papi osztályból való, és egy nő se került soha, tehát soha nem állták belülről a templomot, hanem mi volt? A papok udvarából volt egy udvar lejjebb, oda összejöttek a férfiak, és mit csináltak? Ott imádkoztak. Oda lementek a
papok és a tanítók, és ezek tanították a férfiakat, hogy mi van a Szentírásban, hogyan kell imádkozni, hogyan kell imádkozni. Aztán volt még egy udvar lejjebb, a zsidó nőknek az udvara. Tehát, hogyha valaki elmehetett a templomba a nőkből, akkor az csak a nők udvarába mehetett. Tehát ő soha nem látta a templomot belülről, vagy azt, hogy hogyan végzik el az áldozatot. És ott is ugyanarról szólt. Tanították a nőket. És akkor volt még egy udvar, a pogányok udvara, a nők és a pogányok udvara között megtaláltak 1870-ben egy oszlopot, amire rá volt írva, hogy aki átmegy ezen a vonalon, az halálnak halálával halljon meg. Vagyis a pogány hiába volt ő prozelita. Prozelita azt jelenti, prostilton görög szó azt jelenti, hogy jövevény, aki odajön a zsidókhoz. Őket is körülmetélték, de soha nem fogadta el a zsidó közösség az ilyen pogányból lett körülmetélt embert igazi zsidónak. Ezért azt mondták, hogy neked kint a helyen, te még olyan rangú se vagy, mint a zsidó nő, és ezért ő csak abba az udvarba mehetett, soha nem léphetett be még a zsidó nőknek, vagy a férfiaknak az udvarába sem. És tehát ezt az udvart, ahol ő kellett, hogy összegyűjjenek, a zsidó főpapok biznisz udvarrá tették. Miért? Mert ugye, ha valaki a templomba jött, akkor először is szent pénzt kellett, hogy fizessen, amit sékelnek hívtak, de hát már abban a korban ugye használták a dénárt, a drachmát, a különböző pénzeket, amiken ott voltak az uralkodónak a képei. Ez zsidóknál bálványimádást jelentett, hiszen már Krisztus korában az uralkodókra úgy néztek, mint istenekre. Értjük? Tehát ilyen pénzt beadni a templomba nem lehetett. Ezért ki kellett cserélni, voltak pénzváltók. Ugye, mint ahogy a kárpátai ember szokta mondani, hogy egyáltalán nincs pénzem, muszáj váltani a dollárt, ugye, és akkor elmegy és váltja. Csak itt az volt a szükség, hogy sékelen kívül semmilyen más pénzt nem lehetett a templomba bevinni, és ezért természetesen a váltásnál, ahogy ma is, a bank ugye kereskedik, vagy a pénzváltók kereskedik, ugyanúgy az akkori pénzváltók is kereskedtek. Vagyis meglopták azt a pénzt, amit az Istennek szántak. Hiszen ezt a pénzt nem csak a kultuszra költötték, hanem az özvegyekre, az árvákra, a szegényekre költötték, és ugyanez volt, hogy lehetett hozni saját birkát, saját áldozatot, de hogyha messziről jött valaki, akkor az úton hát meg ugye vagy lefogyott a jószág, vagy megsérülhetett a köves úton, és akkor belekötöttek a kisebb rangú papok, és nem engedték, hogy ezt használják ugye áldozatként, hanem ott árulták azokat a jószágokat, amire rá volt téve a főpapnak a pecsétje, és hogyha rá volt téve a főpapnak a pecsétje, akkor ugye korrupció volt, nem figyeltek az akkori zsidó papok, hogy most akkor ez most sánta, vagy nem felel meg az áldozat kritériumának, mert hibátlan kellett, hogy legyen, le van írva, hogy mennyire oda kellett figyelni, de ilyenkor szemet lőtt. Úgyhogy a proféta Ézsaiás azt mondta, hogy hát a vakot, a sántát, az idétlent odaadjátok az Istennek, ugye? Amint meg jó, az megtartjátok magatoknak, és hát csúszságra jártok az Istennel, pedig az Isten az, aki mindent adott nektek, ő áld meg benneteket. És ugye ez az állatka nagyon sokszor négyszer annyiba került ott az udvaron, meg háromszor annyiba került, mint hogyha otthonról hozta, magyarán megsarcolták az embert. És ugyanezekkel a dolgokkal tudunk mi találkozni, ha valamit el kell intézni a mindennapi életekben. Tehát életben már mindenre ki tudják
ugye terjeszteni azt, hogy ezért is fizetni kell, azért is fizetni kell. Tehát a világ nem változik ilyen szempontból, és érdekes, hogy amikor még ehhez hozzácsatolódik az, hogy az Istentől akarják elvenni, ugye? Mert itt, hogyha úgy nézzük, akkor az ember akarja elvenni az embertől, az egyiket szegényebbre akarja tenni, a másik meg előnyhöz akar jutni, nagyon sokszor olyan előnyhöz, ami nem igazságos, nem becsületes, ugye? Mi már megszoktunk azt ebben a világban, hogy nagyon sokszor így működnek a dolgok, de az Isten jelzi azt, hogy ez nincs rendben, mert már nem arról szól, hogy én találkozzak az Istennel. Nem arról szól, hogy ugye én tetszedjek az Istennek, vagy beszéljek az Istennel, hanem egészen másról szól. És lényegében ezért, mert már akadályá válik ez a kultusz abban, hogy az Istenhez jöjjön az ember, Jézus Krisztus felháborodik. És ezért történik az, hogy mikor kérdezik, hogy hol van az Isten és milyen az Isten, Jézus mondja, aki engem lát, az látja az Isten. Amikor kérdezik, hogy taníts meg minket imádkozni, hogy tudjunk kommunikálni az Istennel, akkor azt mondja, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi Atyánk. Tehát az Atya közel van, meghallja a gondolatot, mi ki sem mondjuk, de ő már valóban ugye tudja, hogy mit mondunk. És ez a nyitja a mai történetnek, hogy az Isten közel van, sőt, az ő szent lelke által bennünk is lehet. Tehát nem külső rítusokba mutatkozik meg, mert az ember szeret külső rítusokba bosszankodni, és azon vitatkozni, hogy mi is, hogyha nagyon sokszor találkozok én ilyen emberekkel, mert könnyebb belekötni a fába, a kőbe, mindenbe, mint saját lelkiismeretemre hallgatni, mint saját magamnak odafigyelni az Isten igére, és azt mondani, hogy Uram, megértettem, hogy Te mit akarsz tőlem, és akkor én eszerint fogok cselekedni. Uram, Te szólsz, hogy ne idegeskedjek, de engem azért majd szétver az ideg. Én, Uram, hallottam, hogy Te biztatsz engem, de én annyira el vagyok csüggedve, és annyira hitetlen vagyok, és nem hiszek abban, hogy Te engemet meg tudsz segíteni, hogy ezért felmegy a vérnyomásom, és sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat, és talán ez a fontos, amikor találkozunk az Istennel, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én romboljátok le ezt a templomot, és három nap múlva újra építem. Tehát meg fog halni Krisztus, és ugye fel fog támadni. Szoktuk mondani, hogy az egyháznak a Krisztus a fundamentum, sőt, Jézus a fej, mi pedig az ő teste, vagy ő testrészei, vagy így beszél az egyházról. Vagyis ő azt mondja, hogy az ő feltámadása, az ő áldozata alapja lehet a mi hitünknek, az ő földre jövetele, az ő személyes kommunikációja, az emberrel találkozása, az emberrel utat nyit az Istenhez, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, aki hozzám jön, azt nem kergetem el, nem utasítom el. Vagyis ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi higgyünk abba, hogy lehet az Istennel találkozni. Szoktuk énekelni, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Azért szent igéje egy ilyen fontos dolog, és ezért talán mi nem annyira a szimbólumokat használjuk, nem a vízre koncentrálunk, nem a tömjénre koncentrálunk, nem a külső jelekre koncentrálunk, hanem az igére. És adná meg a Jóisten, hogy tudjuk meghallani, és tudjunk bízni abban, hogy az Isten az közel jött hozzánk, és látja a mi gondjainkat, és elmondhatjuk neki a legnagyobb szívünknek fájdalmát és örömünket, és hihetünk abban, hogy ő válaszokat ad, ő megállt, és megszentel bennünket, adja az Isten, hogy ez az üzenet nekünk lejöjjön, hogy amikor Krisztus eljön ebbe a világba, amikor elküldi a szent lelkét, akkor afele vezet bennünket, ami az édenkertben volt, hogy szemtől szembe lehetett beszélni az Istennel.
és afele vezet, hogy az a nagy privilégium, amiről a jelenések könyve ír, hogy ott már nem lesz szükség templomra, hanem az Isten az emberrel lesz, az valóság lesz. És mi is szoktuk mondani, ugye, bármi itt van Isten köztünk, szoktuk hallani, veletek vagyok, minden napon a világ végzetén, mondja az ige, vajon merünk-e ebbe a valóságba megkapaszkodni, és ilyen közelé válik számunkra az Isten. Adja az Úr, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Adja az Úr, hogy bizalmunk legyen, és merjünk ma is elé állni, és higgyük, hogy azt mondja az ige, ahol ketten vagy hárman egy akaraton vannak, akkor ott van közöttük az Isten, ott van az ő dicsősége. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága jó Atyánk, kegyelmes Istenünk, engedd, hogy ezen a mai napon eléd álljunk. Urunk, egy akaraton vagyunk afelől, hogy szeretnénk hinni benned, szeretnénk erőt kapni tőled, hogy hitünk gyarapodjon. Egy akaraton vagyunk, hogy jöjjön el a békesség. Egy akaraton vagyunk, hogy szűnjön meg a betegség, a nyomorúság. És Urunk, szeretnénk a te dicsőségedre élni. Szeretnénk áldottak lenni. Szeretnénk a te örömödben, Urunk, meggazdagodni. És látni az életünket a te kezedbe. Kérünk, drága jó Atyánk, áld meg ezt a mai találkozásunkat veled. Adjad, hogy a szívünkben ott legyen a neked való oltár, és Urunk, a mi dicséretünk és magasztalásunk, mint drága jó illat úgy szálljon te hozzád, te irányíts bennünket, te írd a te törvényeidet a mi szívünknek húsfalára, örökre, vagyis engedd, hogy Urunk, a te törvényeidben, a te szavaidban, a te ígéreteidben gyönyörködjünk, áld meg ezt a közösséget, őrizd meg a háború idején, hozd el a kimenekedést ebből a nehéz helyzetből, és adjad, hogy Urunk, lehessél a mi gyógyítunk, a mi vigasztalunk, a mi jó Atyánk, aki meggazdagítja az ő gyermekeit, és áldott Urunk, aki vezet bennünket minden nap. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után vegyük az Úrnak áldását. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetem, ha Isten is úgy akarja, a vasárnap Isten tisztelet 10 óra 30 perckor kezdődik majd magyar idő szerint. Száznegyvenegyes dicséret, így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra. Mi az ikle, nem rád.
Amen.